Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Csongrád Bokrosról, és egyben üdvözlöm Gulyás Ferenc pincegazdát és borlovagot. Gulyás úr, nem hiszem, hogy Ön be kellene mutatni a Kurca TV Agrárpercek nézőinek, hiszen többször készítettünk már riportot. Ha van olyan nézőnk, akik még nem látták az Önnel készült korábbi riportunkat, kérem számukra mutassa be röviden borászatát. Hát én amióta élek, szőlőtermesztéssel, borászattal foglalkozom. Volt tisztességes mesterségem is. Egy 6000 hektáros gazdaságnak voltam a növényvédelmi szakirányítója. De a szőlő az már akkor is ott volt, sőt, mondhatnám azt, hogy örököltem nagyapámtól. Tanultam a öröklésrend, és ott azt mondták, hogy az unokák mindig a nagyszülőkre ütnek. Na most én nagyapámmal bóklász voltam a szőlőbe, egyfolytában azt néztem, hogy nagyapám mit csinál. Olyan volt a tenyere, mint Toldinak, hogyha valakivel kezet fogottak, az legszívesebben abba hagyta volna azonnal, mindig a szőlőbe volt. Én ott nőttem föl mellette, és csináltam a dolgomat a szövetkezetbe, TSZ-be, egy 6000 hektáros gazdaság volt, a szőlőt meg mellette csináltam. Az azért volt jó, hogy nyugdíjat kapjak, a többiből meg megéltünk. 15-20 hektár szőlőm volt, most már csak 12 hektár van, és mindig boldogság volt a szőlőbe lenni. Ön az egyik riportjában azt mondta, hogy nagy szerelme a kadarka fajta szőlő, ami megfejthetetlen és ezer arcú. Mit ért pontosan ez alatt? Csongrádon az összes szőlő 90%-a kadarka volt. Valamikor hozták ezt a Bulgáriából, Albániából, a törökök elől menekülő szerbek, rácok. Ezzel vannak készségeim, de ezt tanították velünk az iskolába. Mint mondtam, nagyapámnak szőlője volt, és én ott bukdásultam körülötte, és amikor elkezdett érni ez a szőlő, akkor valami csoda volt. Nem is nagyon volt nekünk gyümölcs, azért más, és akkor megettünk egy-egy szemet belőle, és akkor úgy éreztük, hogy Úristen, és most akkor olyanok voltak ezek a kadarkaszemek, mint ahogy itt lehet látni mellettünk. És olyan érdekes volt, hogy néha-néha gyönyörű termése volt neki, néha meg problémát okozott. Ha rövid volt az ősz, akkor megrohadt botrytis, szürke penész, nem tudom, hogy mondjam, inkább úgy, hogy rothadás. Ha mindig meséltem az utánam jövőknek, hogy akik figyeltek rám, ott belerúgtunk az egyik végén és a másik végén még füstőt, mert olyan volt a kadarka. De ha hosszú volt az ősz, oly csodálatos gyümölcse volt neki, és olyan gyönyörű borokat lehet belőle készíteni, hogy ennél jobbat még most se tudok elképzelni. És nagyon sok fele járok én az országban, országon túl is, és hogyha a kadarkáról van szó, akkor biztos, hogy én vagyok annak a mondandója, vagy én mondom azt, ami a kadarkára illik, mert, és akkor valószínű, hogy azért, mert azért hát nyilván a gyerekkorom emléke is előjön bennem. Önök kékfrankos rozét is készítenek. Ezt a piac követeli meg? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis meg vagyok győződve róla, és lehet, hogy ez ellenkezik más kollégákkal, hogy kékfrankosból lehet legjobb rozébort készíteni. Én, nekem nem is nagyon van másfajta, hát Zweigert szőlőn valamelyikből szintén lehetne készíteni, de karakteresebb bort lehet készíteni a kék frankosból, vagy vörös bort is, meg Zweigert, meg rozébort is. Na most semmi baj nekem a Zweigert, de én ezt hosszú-hosszú évek tapasztalat alapján úgy döntöttem el mindig ősszel, amikor születettünk, hogy na jó van gyerekek, az onnantól odáig az majd, és az kékfrankos, az abból készítjük a rozét, a többiből meg hát nyilván nagy testű vörös borokat. Most a világjárvány mennyire sújtotta a borértékesítést? Hát úgy sújtotta, mint minden mást. Ugye az emberek nem mertek kimenni, nem volt nagy forgalom, volt egy időszak, mert ugye március derekatáján jött ez be. Volt egy olyan időszak, amikor szinte ki sem mertek menni az emberek. Vendéglátóegységek azok, mint olyan, nem működtek. És akkor hogy? Hát az ember nem mert elmenni a szomszédba, mert mindig ezt halljuk, most is ezt halljuk még, ugye? És 40-50-60%-kal visszaesett a forgalom,
Most ez a nagy baj ekkor, ugye nekünk be van határozva, hogy januártól december 31-ig kell eladni a borunkat. Már ebből 2-3 hónap vagy egy negyed év, ha kiesik, akkor az viszont ott marad, és a pénz viszont nem jön be. De a szöllőt ezt művelni kell, metszeni kell, permetezni kell, meg minden. És a lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz emlékeim van, remélem most már túlsó végén tartunk ennek a járványnak. Nagyon nagy kárt okozott nekünk. Ha ilyen kis emberke, mint én is, akinek 10-15 hektár szöllője van, el kellene forintba mesélni, akkor milliókat jelentett, ami kiesett innen. Százalékban mérhető ez a bevétel kiesés? Hát, hogyne. Hát én úgy gondolom, hogy ha 365 nap van, és ebből negyed része, akkor nagy valószínűség, negyed része kiesett, akkor nagy valószínűség a bruttó bevételnek a negyed része is kiesett, és még most sincs rendben. Azért azt tudni kell, hogy egyfolytában a televízió mondja a mondandóját, hogy ebből mennyi az igaz, az már nem rám tartozik, de a lényeg az, hogy kevesebben vannak, mintha az utóbbi egy-két hónapban, mintha lendült volna egy picit, de hát nekünk nagyon nagy problémát okozott, ez is többek között, még más is, de ez éves bevételünk negyed részét biztosan elvitte. Az elmúlt évben sok szőlőtermelő alkalmazta a zöld szüretet. Ön mennyire ért ezzel a lehetőséggel? Hát nem csak az elmúlt évben, az idén is volt ilyen lehetőség, de most már mind alternatíva. Tavaly viszont nagyon-nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, mert nem volt más. Most azért azt elmondom, igaz, hogy nem ezt kérdezte, hogy mintha szíven szúrták volna az embert, ez olyan volt. Voltak mezőgazdász kollégáim, akik, hát jó van, az ők mással foglalkoztak. Nem tudom, mi lett volna, ha májusban le kellene aratnod a búzárat, vagy az árpárat, vagy a napraforgót. Most körülbelül olyan érzés volt. Hát mink, nem tudom, 6-8 hektár biztosan le születeltünk, és amikor ballagott a szüretelő, és darabolt elfele, és pottyant le, ezt lépett rá, és öreseget, és aki egy életen keresztül ezzel foglalkozott, a szíve szakadt meg, potyogott a könnyem, amikor láttam, hogy ez van, de nem volt más lehetőség. Nem volt semmiféle fajta alternatíva, egyetlen ez volt, hogy daraboljuk le, és majd fizetnek érte. Na, azt akkor még bele is trefeltünk, mert egy hektár valamiért nem úgy jelentettünk be, talán többet jelentettünk, vagy kevesebbet, az egészet úgy, ahogy volt, hogy 500 000 forintot nem fizettek ki, és még ez tetőzte. A lényeg az, hogy amikor megláttam, hogy darabolják lefelé zölden a szöllőt, amikor már elmondtam, hogy egy életen keresztül ezzel foglalkoztunk, mindig azt néztük, hogy mikor, milyen már a szöllő, mert megyek a traktorra végig, és akkor azt nézem, hogy szinte mosolyog rám a szöllő, és ezt ledarabolták azelőtt, hogy ért volna. Az Agrárminisztérium segíteni akart a borászokon ezzel a tervvel. Ön nem így érzékeli? Egyáltalán nem így érzékelem. Ugyanis arról van szó, hogy nekünk piacot kell készíteni, mert úgy érzi az ember, hogy fölöslegesek vagyunk ezen a világon. De egyáltalán nem, és nekem ne így segítsen, hanem amikor, ezt gyorsan elmondom, amikor aláírták az EU-ba való belépést, akkor én tapsoltam, ugráltam, mindent csináltam örömömbe. És amikor egyszer csak rájöttem, hogy valahonnan a mediterrán világból hoznak be 80 forintért, 90 és 100 forintért bort, ami azt jelenti, hogy nekünk a szöllő ára akkor, tehát még több volt, mint 100 forint, akkor úgy éreztük, hogy mi fölöslegesek vagyunk. Na most, hogy mégis ne legyen ebből palotaforradalom, akkor azt mondták, jó, hát daraboljátok le, és akkor kaptok érte 40-50 forintot kilogrammonként a szöllője. Most ez lényegesen kevesebb, mint a bekerülési költség. Nekünk nem ilyen segítség kell. Mi teljes értékű emberei akarunk lenni a magyar köztársaságnak. Én soha nem voltam pártag, nem is akarok lenni, de szeretném azt elmondani, és ezt mindig elmondtam életemben, tisztességes munkával, becsületes megélhetést szeretnék én is, meg a kollégáim is, meg egyáltalán minden magyar embernek. És hogyha ez megvan, akkor nekem semmi panaszom nincs, én nem fogok kiállni ide-oda ordítani, meg egyáltalán. Nekem az a dolgom, hogy a szöllőt műveljem, megkapjam érte a járó pénzt, és éljek boldogan a családommal.
A borászati ágazatban, Gulyás úr, ön hogy képzeli el a piacgazdaságot? Hát ugye ehhez nem kell túl sok tudomány. A bevétel és a kiadás közti különbség adja nekünk a hasznot. Ha nagyobb a kiadás, mint a bevétel, akkor az a tönkremenéshez vezet. Ugye ehhez ezt nem kell magyarázni senkinek se. És hogyha nem keresünk annyit, mint amennyit ráfordítottunk, munkabért, növényvédőszert, gázolajat, traktoramortizációt, gépamortizációt, ha ez több, mint ami bevétel van, akkor ezt abba kell hagyni, ezt nem szabad csinálni. De most van nekünk jó pár évünk, nagyon sok évünk, amikor ez nem így volt, hanem lényegesen többet kaptunk, és azt hiszem, hogy meséltem már róla, hogy megérkezett Kecskeméten az egyetemre 5 emberke, kiültek a pulpitusra, és ott elkezdtek előadást tartani. De olyan előadás, hogy egyetem most már, én is ott jártam iskolába valamikor, és elkezdtek előadást tartani. Már majd szétrágtam a padot előttem, mert, és akkor, mikor végeztek, mondom, fiúk, mondjátok már meg, hogy mennyi lesz a szellőára. Azt mondják, azt nem tudják. Hát hogy ne lehet ez? Hogy lehet így előadást tartani? És ott voltunk a kunsági borvidékből, vagy 100-an. És mindenki ezt kérdezte, mert ha nincs, akkor tönkre megyünk, és az a szöllő, ez az Isten áldott a föld, ami Trianon óta igen szűk, ez tönkre megy, és ezt nem csinálják az emberek. Jobban oda kék ránk figyelni, mint ahogy most történik ez. Magyarországon másik borvidéken is készítettünk riportot, és nyerességesek. Ön szerint hogy csinálják? Hát én nem akarom azt mondani, hogy nem mondtak igazat, mert én azért járom az országot keresztül. Kasu, éppen most beszélgettem valakivel Balatonfüreden, 4 hektárt vágott ki a zöld füred, hát tulajdonképpen 4 hektára lett neki kevesebb. Mindenkinek ilyen problémája van, nem csak nekünk van ilyen problémája. Azoknak is én jó pár évvel ezelőtt, mondjuk 10 évvel ezelőtt az összes szöllőm, amelyik ennek a duplája volt, mint most, elszűrtem, még bort vásároltam, és úgy is el tudtam adni. Na most, amikor ki van írva csárda elő, hogy 250 forint, még 200 forint a bornak a literje, akitől már ő megvette egyszer, és még ő mindig el tudja adni 200 forintért, akkor tessék szíves már gondolkodni rajta mindenki, aki érdekel ez a riport, hogy akkor ezt hogy csinálják. És én az előbb mondtam, azt hiszem, hogy valahonnan a mediterrán világból 80 forintért hoznak be Magyarországra bort. Én elég sűrűn gyakran járok kint ezekben az országokban. Ennek fele sortávolság, benne a kis Ferrari traktor, mi termelünk azért, hogy minőséget tudjunk előállítani 100 mázsát hektáronként, ők 300-350 mázsát termelnek. Na most azt behozzák ide, és sajnos a borivó társadalom egy része nem azt nézi, és akkor itt a kocsmajtóban így kapargatják, hogy mennyi pénzük van, nem azt nézi, hogy milyen minőség, hogy a Gulyásfari borát akarja megvenni, hanem hogy mennyit adnak érte, és hogy beártson. Ez nagyon sok helyen elmondtam, nagyon sok embernek elmondtam, és nem hiszem, hogy van benne hazugság. Borászatában mikor volt a legutóbbi technológiai fejlesztés? Ezt így nem lehet meghatározni. Azt minden percben tudni kell, hogy körülöttünk mi történik. És a technológiai fejlesztésre sok mindent elárul. Nyilván, hogy milyen gépekkel dolgozunk. Én elvégeztem a kertészeti főiskolát, azt mondják, hogy a borban van 2000 vegyület. Kétségeim vannak a felé, de hát nem tudta ezt megszámolni senki se. Most ezeknek az egymásra hatása meg egyáltalán. És ez azt jelenti, hogy állandóan mindig az embernek az agyát fejleszteni kell, a gondolkodás fejleszteni kell, és akkor a technikai problémák, amiket meg kell oldani, a prések, a zúzó-bogyózó, egyáltalán a hűtési technika, ez, illetve hát amit az ember az agyába tartogat, azt a 2-3-at össze kell vinni, és akkor azt mondanánk, hogy hát ez több, mint tavaly volt, és akkor jövőre még inkább így csináljuk, mert ha egyszer megállunk, és nem csak a borászra vonatkozik, az onnantól kezdve, aki megáll, onnantól kezdve süllyed, aki lépked, az meg halad előre. Úgy hallottuk, hogy itt Csongrádon a leszületelt szőlőt 80 és 100 forint között le lehet adni. Kötötte ön is szerződést, és milyennek találja ezt a felvásárlási árat? Ha megengedi, akkor ezzel kezdeném az utoljával, vagy amit most tetszett kérdezni.
Ha azt mondom, hogy 10 évvel ezelőtt volt 150 forint, meg 140 forint, és a költségek meg, hogy milyenek, akkor ebből már azt hiszem, hogy lehet következtetni, hogy nem vagyok elégedett. Na most ez a 100 forintos szöllőár megjelentetett egy nagyon kedves jó barátom, akik 100 000 hektószámra, vagy mázsa számra vásárolnak fel, megjelentette egy árat. És ez a 100 forint, ez nem 100 forint, hanem ez 88 forint. Ugyanis van 12%-os kompenzációs felár, és azt csak azok kapják, akik szöllőtermelők, és nem borászok, és nem vállalkozók. Magyarul ez a 100 forint, 88 forint. Aki azt hiszi, hogy a 80 forint az már annyi, mínusz 12%, ott is nagyon rosszak. De attól függetlenül én tegnap bent voltam az egyik pincészetnél, és azt mondtam nekik, hogy jó pár száz mázsát szeretnék eladni, írták az újság szélére, és meg vagyok győződve róla, hogy át is veszik tőlem. De már ma beszéltem egy nagy kereskedővel, aki azt mondta, hogy Feri, lehet, hogy még ez változik, és inkább pozitív irányba. És akkor az ember, amíg él, addig remél. Én úgy tudom, hogy lehet, hogy elmozdulunk egy kicsit. Ez akkor is változhat, amikor elkezdünk szüretelni. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a termés átlag mázsára, hektára vetítve, hogyha ne egy Isten kevesebb lenne, mint amennyit beterveztünk, akkor lehet, hogy emelkednek az árak. Ön hogyan látja a Csongrád-Bokros borvidék jövőjét? Én már millió ezer előadást tartottam. Csongrád megyében nincs olyan egyetem, ahol nem voltam, meg főiskola. És mindenütt megkaptam ezt a kérdést. És sajnos nem tudok rá pozitív választ adni. Ha most is, amikor nagyon szépek a szöllők, ráfizetéses lesz, akkor nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ott állnak a fiatalok a hátam mögött, többek között az én fiam is, és apám, állj félre, majd én csinálom tovább. Magyarul azt jelenti, hogy nem nagyon látom, hogy hogyan tovább, ugyanis, hogyha kevesebbet keres az ember, mint amit ráfordít, akkor az egyenlő a tönkremenése. Most ezt nem szeretnénk. Azt szeretnénk, ha jó tisztességgel tudnánk élni, és nagyon várjuk a mezőgazdasági minisztériumot, egyáltalán a kormányt, egyáltalán a mi legfőbb szerveinket, a Hegyközség Nemzeti Tanácsát, hogy segítsenek nekünk valamiféleként. Most úgy kell segíteni, hogy kevesebb importbort kell behozni. Ez nem a mi dolgunk. Mi nekünk az a dolgunk, hogy ilyen szép szöllőt tudjunk termelni, és mikor ott az ideje, el tudjuk adni, és ha ezt jövőre kérdezi meg tőlem, és jó sikerült ez év, akkor azt mondom, hogy óriási nagy jövő előtt áll még Csongrád most is. Sok sikert kívánunk, köszönjük az interjút. Én köszönöm szépen, hogy megtehettem ezt. Ezzel a nagyon szép kadarka fürt szőlővel búcsúzunk, köszönjük a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra!